Pilis Csabán, a dr. Szepesi László mezőgazdasági erdészeti szakképzőiskola október 12-én csütörtökön immár 18. alkalommal szervezett országos gépészeti emlékversenyt. A megmérettetésről Börzsönyi Tünde igazgatóasszonyt kérdeztük. Az ország legnevesebb erdészeti iskolájából, 7 iskolából 30 versenyző van itt, 10 csapat versenyez, tehát csapatversenyről van szó. A verseny 3 fordulós, írásbeli, gyakorlat és szóbeli versenyrészekből áll. Ma reggel 8-kor volt az ünnepélyes megnyitó, utána az írásbeli versenyrész bonyolódott le, most pedig a gyakorlati versenyrészen vagyunk itt. Holnap reggel 8 órakor pedig a szóbeli versenyen fognak a diákok megmérettetni, tudásuk megmérettetni. Az iskola büszkén mondhatja el magáról, hogy a csapatverseny az ifjúsági Európa-bajnokság nemzeti válogatója. Az a csapat, aki itt nyer a mi iskolánkban ezen a versenyen, ők képviselhetik hazánkat a következő évben az ifjúsági Európa-bajnokságon, erdészeti gépész területen. A versenyre a gyerekek tanulmányaik alatt folyamatosan készülnek. A pedagógusok a felkészülés során kifejezetten a nemzetközi versenyszabályzat mentén tréningezik a gyerekeket. A megmérettetésen alapvetően fiúk vesznek részt, de az idén 2 lány, 1 szegedi és 1 piliscsabai növendék is ringbe szállt. A szakmai képzésről és az erdészet munkájáról az érdeklődők az iskola honlapján és a Facebookon kívül más fórumokon is tájékozódhatnak. Most nemrégiben az M5-ös televízió járt itt nálunk, és az erdészet munkájáról készített egy 25 perces összeállítást, amely a mediaclick.hu oldalon megtekinthető, és ott az iskolában készült felvételek, illetve az erdészetben készült felvételek alapján lehet tájékozódni például az erdészképzésünkről. Az iskolában az erdészképzés mellett mezőgazdasági gépészképzés is zajlik, a tanév pedig számukra sem telik el verseny nélkül. Mezőgazdasági gépészeknek a versenyeik májusban zajlanak, és ezek általában az országos szakmai tanulmányi verseny és a Szabó Gusztáv mezőgazdasági gépész emlékverseny. Azokat a diákokat, akik a mezőgazdasági erdészeti szakmák iránt érdeklődnek, szeretettel várják a Szepesi László mezőgazdasági erdészeti szakképzőiskolába a november 13-ai vagy a december 7-ei nyílt napok egyikére.